Félegyházán gyülekeztek az ország legjobb western lovasai, sőt, még külföldről is érkeztek versenyzők. 20 kategóriában szálltak nyerekbe a lovasok. Május 12-e és 14-e között rendezték a Western Lovas Országos Bajnokság első fordulóját a Fekete Western Lovas Tanyán Kiskunfélegyházán. A sportágban már jól ismert nevek mellett határainkon túlról is érkeztek versenyzők, emelve az esemény színvonalát. Több mint 20 kategóriában mérték össze tudásukat a sportág képviselői, akik között feltűntek korábbi Európa-bajnok lovasok is. Két új tervezett versenyszámot is bemutattak, melyekkel várhatóan a jövőben tovább bővül a repertoár. Pál Zoltán versenyigazgató eredményesnek értékelte a hétvégét annak ellenére is, hogy a vártnál hidegebb és csapadékos időjárás valamelyest átírta a lebonyolítás eredeti rendjét. Fekete Benő az eseménynek otthont adó lovastanya tulajdonosa, aki jelentősen hozzájárult a sportág hazai megismertetéséhez, mesélt nekünk a kezdetekről, valamint a hétvégén bemutatott és a jövőben várhatóan már a versenykiírásban szereplő két új versenyszámról is. Milyen nehézségekkel jár és mennyi munkával megszervezni egy ilyen eseményt? A munka az nagyon sok. Próbálunk mindenféle szegmensnek eleget tenni. Tehát a western lovaglás az ugye nagyon sok versenyszámból áll, és minden versenyszámnak más-más igényei vannak. Más pályaigénye, eszközigénye, akadályok igényei. Úgyhogy próbálunk mindenkinek megfelelni, helytállni minden egyes versenyszámnál. Igen, feladat az van mindig. A fekete lovastany mindig valami újítást kitalál, és ez mindig az utolsó pillanatokban szokott az agyamból ki ugrani, és ilyenkor mindig mindenki lázban ég, hogy minden az utolsó pillanatban is megvalósuljon. Úgy tudom, hogy két új versenyszám is helyet kap már idén. Igen, két új versenyszám, ezek ranch típusú, ranch osztályba tartozó versenyszámok. Bevezetjük őket, a mai versenyen csak egy bemutatót fognak látni a versenyzők és a nézők. A következő versenyen már a bíróval együtt egy kurzust fogunk tartani, és a harmadik, negyedik versenysorozat napján lesz effektív verseny belőle. Így a jövő évre már a versenysorozat minden napján lehet majd ilyen ranch típusú versenyeket is látni. Nagyon technikás és nagyon nehéz versenyszámokról és sportágról van szó. Ugye lónak és lovasnak együtt kell nagyon jól tudni dolgoznia, és nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen talajon és milyen körülmények között teszik. Gondolom azért ez is egy speciális felkészültséget igényel. Mind lovas, mind ló és mind a helyszín számára is nagyon speciálisan kell fölkészülnünk. Itt egy csúszó talajt kell a réningeseknek, amihez nem csak a talajnak kell csúszósnak lennie, de a ló patkójának is olyannak kell lennie, amivel ezt a látványos stoppokat meg tudják csinálni. És itt a specialitás a dolognak, hogy csúszson, de tapadjon is annyira, hogy egy gyors vágtánál ne essen el a ló és lovas. Úgyhogy erre nagyon-nagyon figyelnünk kell, nagyon speciálisan kell beállítani a talajnak a víztartalmát, a talajnak a csúszósságát, úgyhogy erre külön oda kell figyelnünk. És egyébként igen, a lovaink, mivel mind hosszú száron dolgozik, mind főként esúly segítségre dolgoznak, ezért egy rettentő nagy összhangnak kell lenni ló és lovasnak. Ez mindennapi munkát, mindennapi edzést igényel ahhoz, hogy ide el tudjon jutni egy versenyző. Mennyire nehéz meghonosítani úgymond egy ilyen számunkra csak amerikai western filmekből ismert sportágat, kategóriát vagy életérzést, és azt is tegyük szerintem tisztában, hogy egészen másról van szó, mint amit mi látunk mondjuk a western filmekben. Abszolút így van. Na most Magyarországon egy olyan sztereotípia alakult ki, hogy a western lovaglás az egyenlő a viszkis üveggel való lovaglással és hatalmas kapukulcsszerű zablákkal a lovak szájában és sarkantyúval való lórugdosás és rettentően nagy fájdalmat okoz valónak. Abszolút nem erről van szó. Ez egy rettentően kifinomult testsúly segítségekre és nagyon apró kis mozdulatokra alapuló lovaglási stílus. Nagyon kényelmes tud lenni, nagyon biztonságos tud lenni. Abszolút arról van szó, hogy egy végtelenségig lefinomított, idomított lóval dolgozunk, ahol nagyon apró jelekkel dolgozik, nagyon-nagyon finom nyomásokra. Igazából a ló akarja megcsinálni a feladatot, és mi csak segítünk neki. A cutting kategóriában kiemelkedő eredményeket elérő Katona Szabolcsot a felkészülésről, az edzésmunkáról, valamint a ló és lovasa közötti nélkülözhetetlen harmóniáról kérdeztük.
Hogyan kell elképzelni egy felkészülést a cuttingra? Hogyan néz ki az edzésprogram? Igazából ugye a cutting lovaknál nagyon-nagyon fontos az alapozás, hogy a legelején már úgy tudatosan vannak összerakva a csikók, hogy a megfelelő manőverek előkészítése már a belovaglás idejében megvan nekik mutatva, utána megfelelően felerősödnek az a mentálisan és izomzatilag, akkor a manőverképzésnél már ugye tényleg lehet fókuszálni a technikai dolgokra, és nem a lónak az odafigyelésére kell még fordítani ilyenkor az időt. Emellett ugye mind a fizikai erőléti edzések, meg a technikai edzések, amit ugye mi borjúval is folyamatosan végezni kell a lovaknak, hogy megmaradjon az a színvonal, ami vele eredményt tudnak elérni. Azt mondtad a versenyről, hogy a lovad mindent beleadott. Az mitől függ, hogy a ló belead-e mindent? Az tőled függ, te is beleadsz-e mindent, vagy hogyan kell elképzelni, annak jobb napjai a lónak is, vagy rosszabb napjai? Igazából ez ugye a cuttingnál azért tud ennyire kitornyosulni, mert a marhával való munkának az érdemi részét az önállóan végzi a ló szár segítség nélkül. Tehát itt neki az összes figyelme fókusza a marhára kell, hogy összpontosuljon, és az összes fordulót, visszatartást, mozgatást azt neki önállóan kell megoldani a kiválasztás után. És itt érzed azt, hogy a ló azt szívvel, lélekkel teszi magát, és megy a marha után, és utoléri, és megfordítja, vagy azért csizmával segíteni kell neki, esetleg időközönként büntetőpontot bevállal a szárva hozzányúlni. Tehát ezek jelzik azt vissza, hogy a ló az mennyire van veled, mennyire adja bele magát a munkába, és mennyire összpontosul a figyelme a tanultakra, amik ugye az otthoni edzéseken a korrekciókkal és a megfelelő segítségekkel a lóba rögzül, hogy mi az ő dolga, és aztán önállóan kell megmutassa. Végül lássuk, hogy a legmagasabb kategóriás versenyszámokban kik teljesítettek a legjobban, és állhattak fel a dobogóra.